Érdekes lenne 5 évvel ezelőtti képeket elővenni a bonyhádi országos rudugló táborban és nézegetni őket. Éppen most. A Magyar Atlétikai Szövetség ugyanis ekkor döntött a Magyar Rudugló Tehetség felfedező és speciális képzőprogram beindításáról, az atlétika ezen közönségvonzó szakágának fejlesztéséről. Mint már ismeretes, Bonyhád a Petőfi Gimnázium azzal, köszönhetően annak, hogy akadt egy a rudugrásra magát ráhangoló személy, és az említett iskola megteremtette a rudugráshoz szükséges tárgyi feltételeket, főszereplő ebben az érdekes, izgalmas sportprojektben Schleider Géza vezetésével. Így a képzés fontos állomása minden évben a bonyhádi bő egyhetes edzőtábor, amelyben az 5 éve kiválasztott gyerekek vettek részt. Azok a gyerekek, akik 5 évvel ezelőtt még tényleg gyerekként itt voltak, most már fiatal felnőttként itt vannak, és újra versenyeznek, és bizony úgy van, hogy az U23-as EB-n a Kleckner Hanga 5. helyezést szerzett, és a Nagy Marcel az U20-as EB-n szintén 5. helyezést szerzett. Én azt gondolom, hogy ez azért már mutat valamit annak abból a munkából, amit tényleg egy részben itt Bonyhádon kezdtünk el az közös edzőtáborokkal és ezekkel a közös felkészülésekkel. A kiválasztott 20 kiemelt további 10 tehetség között a bonyhádi rudugrók is ott vannak, illetve voltak. Említhetjük a Böndör testvéreket, Dánielt, az első fecskét, aztán öcsét Marcit, majd a Schleider testvérpár Dávidot és Rékát, akik már az országos bajnokságokon is jeleskedtek korosztályukban. Böndör Marcinak mindössze 4 centi hiányzott ahhoz, hogy kijusson az idei U20-as Európa bajnokságra, jelenleg 501 cm az egyéni legjobbja. Ezzel már is minden korosztályt egybevetve, a felnőtteket is, a 3 legjobb magyar rudugló egyike ő. Éppen azon dolgozik már a fővárosban élő és edző atléta, hogy jövőre évvége felé a hazai ranglista az ő nevével kezdődjön. Fontos információ, hogy Böndör Marci nem igazolt a TF-hez, ahol tanul, továbbra is a bonyhádi AC versenyzője. Az edzőtáborban egy technikai elemre különösen fókuszált. A légmunkát azt a tavasszal és a télen azon tudtunk sokat fejleszteni, most inkább a nekifutás hosszúsága és a legvége, az utolsó pár lépés az, amire hangsúlyt helyezünk. Ebben fejben nagyon ott kell tudni lenni a rudugrónak. Úgy érzi, ezen a téren van még hova fejlődnie. Schleider Géza tanítványa útját budapesti tartózkodás alatt nem kisebb edző egyéniség, mint az orosz iskola megteremtője, több klasszis sportoló felkészítésében résztvevő Boris Volkov egyengeti, aki hivatalosan is a Magyar Atlétikai Szövetség felkérésére felügyeli a Magyar Rudugró Tehetséggondozó Programot, aki természetesen most is jelen volt a bonyhádi edzőtáborban. Tudtunk előre haladni a táborban is a Borisszal, meg előtte is, még a nyár elején. Lehet reális cél, hogy 2023-ban budapesti VB-n ott legyél a rudugrás mezőnyében? Magasak a szintek? Van rá esély, magasak a szintek, kemény munkával ott lehetünk, igen, ott lehetek. Kivel edzel egyébként, kivel húzzátok egymást? Mihály Ádám a Gödöllőről, ővel edzek együtt. Szerintem ketten egy jó csapat vagyunk, sokat tudunk hozzáadni az edzéshez mindketten. Rudugrásban úgy tűnik megmarad a vidéki dominancia, elég, ha csak a tábor résztvevőinél megnézzük, honnan mely klubokból érkeztek. A Gödöllő, Bonyhád, Vác, Tengely külön-külön, hát még a táborban és azon kívül is együttműködve, már most több mint ígéretes a sportág, a szakág hőn óhajtott hazai, illetve nemzetközi eredményessége szempontjából.